Szevasztok, itt vagyok Taksonyban, a vasútállomáson, és azt szeretném nektek bemutatni, hogy itt pakolják meg az MMV-s vasúti kocsikat kavicssal. Itt rakodják fel a túloldalt, majd mindjárt átmegyek a túloldalra és bemutatom nektek. Ott a távolban látszik egy flirt és egy gigant. Látjátok? Rázummalok nektek. Itt pedig az MMV-nek a dákolja. Na, nézzünk át a túloldalra. Onnan jelentkezek, csöcső. Na, szevasztok! Itt vagyok a túloldalt a depónál. Itt van egy jó nagy dombocska. Innen pakolják a tehervagonokat. Ide hordják a billencsesek a bányából. És itt rakodják át a kocsikba, a teherkocsikba. Sódert és mindenféle ilyen szemes, zúzdalékos anyagot. Látjátok? Itt vannak a teherkocsik, itt van a depó. Szántóföld van. És ott állnak a MMV által bérelt, meg saját teherkocsik. Ott a billencs, ott billenti le. Végestelen végig. Minden van. Itt nagy élet van. Nézzük meg, hogy hogy is billenti le puttonyból a anyagot. Meg hagy billentse le, mert nehogy rám billentse. Ott vannak a homlokrakodók. Srácok, nézzük meg, hogy hogy működik itt a dolog. Nagyon vigyázni kell a billencseseknek, nagyon meg kell nézni a placot, hogy szilárd legyen, mert pikpak fel tudnak borulni. Ó, szembe jön is egy aktrosz, lehet, hogy ki kell talatnom. Na, srácok, ez lett volna a videónak a lényege. Most a homlokrakodó elkezdi kanalazni a cuccot, és már rakja is a teherkocsiba. Látjátok? Ott a homlokrakodó, és pakolja bele. Úr. Az igen, jó vizes, jó friss meg. Na, srácok, megyek, mert jön szemből egy billencses, egy MP1-es aktrosz csöcső.